nézzük meg, hogy a következő lépésben mit tudunk meg erről a ezernyi fénypontról, a thousand points of lights-ról. A gnosztikus teológia szerint, amikor Ádám és Éva megették a gyümölcsöt a tudás fájáról, a jó és a rossz tudásának fájáról, ez a gnosis, vagy a tudás gyümölcse volt. A gnosztikus, illetve a szabadkőműves, de tulajdonképpen a legtöbb pogány tradíció szerint, ugyanúgy, ahogy Albert Pike szerint, az egyik legismertebb szabadkőműves filozófus szerint, Adonai, azaz akit mi ma az atyának hívunk, Jahoának, Adonai egy gonosz démon volt, aki megtiltotta Ádámnak, hogy egyen ebből a csodálatos gyümölcsből, ami ugye a tudás gyümölcse volt tulajdonképpen, de Ádám megszegte ezt a parancsot, és engedelmeskedett a fény angyalának, aki Lucifer. Itt megragadnám az alkalmat arra, hogy újra megmutassam azt, hogy Lucifer, maga a kifejezés nem létezik az írásban, ez csak az angol fordításban, illetve onnan átkerülve latin tulajdonképpen a latin fordításban, és onnan átkerülve a köztudatba ragadt meg. Az eredeti kifejezés soha nem az volt, hogy Lucifer, hanem Hailel, ugye fényes csillag, hajnal, fia, Lucifer, Hailel ben Shachar, Hailel, a fényhozó. Ugye Lucifer fényhozót jelent, Hailel pedig az eredeti jelentésben fényességet jelent. Érdekes az, hogy a Septuaginta, a latin Vulgata, a rabbinikus Targum mind fényes csillagként fordítja ezt a kifejezést, hogy Hailel, ugye magyarul, illetve hát nem magyarul, latinul tulajdonképpen Lucifer. Fényes, vagy fénylő, vagy csodálatos csillagot jelent, és a fényesség, vagy fényleni szóból ered. Érdekes az, hogy Shachar maga a kifejezés annyit tesz, hogy reggel vagy nap, ugye a napnak az a szakasza, mikor fény van korán, ilyen értelemben használja az írás, egyébként hajnalt jelent elsősorban, vagy reggelt. Ben az fiú, Heilel, vagy fia valakinek, vagy gyermek. Heilel ben Shakar, fényes csillag, hajnal fia. Ő az, akire Ádám hallgatott a kertben, és evett a fának a jó oldalán található gyümölcsből. Ez ugye Albert Pike, vagyis a szabadkőműves, vagy gnosztikus, teoszófikus, misztikus keresztény, stb. Stb. Hozzáállás és megközelítés ehhez a történethez. Másik érdekesség az, hogy a bölcsesség, ami Sophia, vagyis Szófia, magyarul Szófia a név, a bölcsesség Isten nője Szófia, tulajdonképpen ő az, aki az anyja Adonai-nak, vagy Yahuának, az atyának, akit mi ismerünk, ők ezt Jaldabotnak hívják, mármint ez a neve. A bölcsesség, vagyis Szófia volt az, aki Évát eltávolította Jaldabottól, ugye az atyától, akit mi az atyának ismerünk, a kígyó segítségével, és amikor Ádám és Éva ezt a tudást megszerezte, ezzel együtt egy mindent felülmúló erő birtokába került, és ezután lázadt fel Jaldabot, vagyis Yahuwah, Yahweh, vagy az Atya ellen. Egy írás, ami a Nag Hammadi írás néven vált ismerté, a kígyót hősként ábrázolja, és az emberiség megmentőjeként, ugyanis Ádám és Éva az ő bíztatására evett a tudás fájának gyümölcséből, és ez volt az a pillanat, amikor felébredtek arra, hogy ők tulajdonképpen fény természetűek, és ő belőlük fényesség árad. Ide szeretnének visszakerülni. Így Ádám és Éva istenekké váltak, tudván a jót és a rosszat, ez tehát az út az emberiség számára. Azt tudva lévő, hogy az özönvíz előtti időszakban az emberiség hasonló technológiai szinten állt, mint ahol mi most
állunk. Ez kiderül Énok könyvéből, de a jubileumok könyve és Jásár könyve is egyértelművé teszi ezt. Mikor ez megtörtént, a gonosz fél isten, ugye, aki ez a Yaldabaoth vagy Yahua, az atya, akit mi atyának ismerünk, ő szerintük az egy félisten. Ő megbüntette az emberiséget azzal, hogy az özönvízzel elpusztította őket, és elpusztította a fényt az emberiségből. Értse meg mindenki azt, amit ma tudománynak és technológiának hívunk, az mind a bukott angyaloktól származó technológia és tudásnak az eredménye. Nem milliárd évek evolúciója, hanem egész egyszerűen mi megkaptuk ezt a tudást azért, hogy őket szolgáljuk és őket imádjuk. És együtt dolgoznak azon a beavatottakkal, a megvilágosultakkal, a világosan gondolkodókkal, az Illuminátival, hogy az egész emberiséget ebbe a tudatlan lázadásba belevonják és belemanipulálják tulajdonképpen. Ugye ezáltal elmozdította a fényt a világból, és a túlélőknek, akiknek megmaradt ez a tudása, azok, akik mind a mai napig ezt birtokolják. Ezért néz ki úgy a világ, ahogy kinéz. Ezért van akkora különbség a legfelsőbb réteg és a többiek között, hiszen nekik ez a tudás megmaradt. Ez a tudás mind az ellenségtől származik. És az út vissza oda, ahol voltak az özönvíz előtt, az ezernyi fényponton keresztül vezet. Az út a Thousand Points of Light, ami nem más, mint egy általános megvilágosodási folyamat. Ez az, amiben ma a tudatlan emberiség nagy része részt szeretne venni. Sötán az ellenség, Lucifer vagy Hylel, tehát a gnosztikus tanítás szerint az emberiség nagy felszabadítója, aki felszabadította az emberiséget a tudatlanságból. Érdemes azt megérteni, hogy az írás azt hívja tudásnak vagy bölcsességnek, ami Yahuwa, az atya szava, ami oda le van írva. A világ ellenben minden mást annak tart. Úgyhogy mindenkinek meg kell hozni a döntést, hogy melyik úton indul el. Azért hívják keskeny útnak és szűk kapunak, mert egyértelműen le van írva, hogy mi az, amit az atya, a teremtő, az egyetlen igaz Elohim annak tart. A másik út az viszont széles, filozófiával, teológiával, vallással, tudománnyal, oktatással, politikával, mindennel bombázza az embert, elhitetvén vele azt, hogy minél többet gyűjt be ezekből az információkból, annál közelebb jut majd ahhoz a szinthez, amikor el tudja azt a isteni magot, melyet Satán elültetett az emberiségben, majd meg tudja szabadítani magából, és képes lesz az visszatérni oda, ami annak az igazi otthona, ami nem más, mint a spirituális világa az isteneknek. És ha elgondolkozik mindenki igazán ezen, akkor láthatja, hogy tulajdonképpen az egész világ ezen az úton halad. Ez a fényesség, ez a mag, ami az emberben van, mikor kiteljesedik a tudás által, akkor válik egy fényponttá az az ember. És a régi rend visszaállítása akkor következik be, amikor ez az ezernyi fénylőpont kigyullad a világban. Gyakorlatilag mikor az emberiség tudatlan lázadása az atya parancsolatai ellen teljessé válik, és az emberiség legnagyobb része szándékosan elfordul az ő parancsolataitól, és a világban keresi a tudást. Ez lesz az a pillanat, amit ők az ezernyi fénypont pillanatának hívnak. Ha már itt tartunk, akkor ez egy nagyszerű alkalom, hogy erre a képre egy pillantást vessünk. Ugye ez a kínai ünnep, ami szintén egy pogány hagyomány, mikor ezeket a kis lámpionokat elengedik, ugye ezek tulajdonképpen papír zacskók, amikbe egy gyertyát helyeznek, az fölmelegít, és a levegőt is az felszáll és elrepül. Ez pontosan tegnap láttam a Nagy Fal című filmet, melyben érdekes módon az egyik karakter
halála után így emlékeztek meg róla, hogy elengedték ezt a rengeteg lámpiont. Ez az a pillanat, amikor ezek a lámpások szállnak az égben, és már akkor gondoltam, hogy valami jelentősége lesz ennek, de azt még nem tudtam, hogy így fog kapcsolódni ehhez az ezernyi fényponthoz. Minden esetre meg fogjuk nézni ezt a kínai hagyományt, és utána még egy-két érdekességet az ezernyi fényponttal kapcsolatban. Ha a papírlámpások eredetét vizsgáljuk, akkor hamar eljutunk a buddhizmusig. A legenda szerint időszámításunk előtt 230-ban egy kínai uralkodó egy álom hatására Indiába küldött néhány kutatót azért, hogy a hindu írásokat megszerezzék, és mikor visszatért, akkor rendelte el az uralkodó egy hatalmas templom megépítését ezen iratok tiszteletére, és ezek a papír lámpások szimbolizálják Buddha erejét. Kínában ezeknek a lámpásoknak egy külön fesztiválját is megrendezik. Az év első hold hónapjában, a 15. napján ünneplik ezt. Egy másik pogány hagyomány ezzel kapcsolatban ugye mid-autumn, vagyis az ősz közepén megtartott fesztivál során szintén használják Kínában és Vietnámban, és a napot szimbolizálja ez a lámpás, a fényt és a meleget, és a naphoz imádkoznak azért, hogy jöjjön vissza a tél után. Spanyol közösségekben az a tradíció, hogy ezekből a papírlámpásokból egy hosszú sort építenek, és ez az, ami a gyermek Krisztus lelkét hazavezeti. Az az érdekes szerintem, hogy a nap, a fény, a meleg, és a Krisztus, a gyermek, a megváltó, a tudás, Buddha mind-mind egyesül egy tradícióban. De ez igaz az összes többire. Az, hogy legtöbben nem látják az összefüggéseket, az sajnálatos, ez nem változtat a tényen. Ezek a dolgok mind egy helyre vezetnek vissza. A fény mindig is a tudást és magát az ellenséget szimbolizálja. Az, hogy ő hogyan adja ezt elő, milyen módon, az egy másik kérdés. A szándék mindegyik mögött egy és ugyanaz. Azon bukott angyalok imádata, akiknek az emberiség urai köszönhetik a hatalmukat, és azt a fajta tudást és megvilágosodást, amely ott tartja őket a csúcs közelében. Ez ChinaHighlights.com, mely arról számol be, hogy a keleti Han dinasztia volt az, aki ezeket bevezette, ezt a tradíciót, ezeket a lámpásokat 25 és 220 körül. Elsősorban ugye világításra használták, azonban átalakult egyfajta buddhista imádattá és tradícióvá. Ezek a lámpások a kínai új év alkalmával használatosak, amikor is a Nian szörnyet hivatottak elűzni és jó szerencsét hoznak. Szerencse, az egybeesés, a véletlen mind-mind ugyanaz, az ellenség. Valaki másnak ad az ember dicséretet és köszönetet, mint annak, aki valójában a dolgok mögött áll, aki pedig az Atya. Ő az, aki az életünket irányítja, ha az ember engedelmesen, alázatosan keresni, akkor ő segíteni őt, és akkor nem kellene szerencsére, véletlenekre vagy egybeesésekre várnia. A lámpások egyik fajtája, ugye ez a repülőlámpás, amit a már megbeszélt őszi fesztivál alkalmával engednek el. A keleti Han dinasztia az, aki ugye ezeket bevezette, erről már volt szó, és Buddha imádat egyik eszköze volt. Paper Lanterns, ugye papírlámpás.com weboldalról megtudhatjuk azt, hogy a legenda szerint réges-régen vadállatok veszélyeztették az emberek megélhetését és biztonságát a vidéki területeken, Kínában, és amikor ezek az emberek elhatározták, hogy visszavágnak, megölték ezeket a vadállatokat. Azonban egy szent madár volt az, ami az égből a földre érkezett, ugye a halandó világba, és egy tudatlan vadász megölte ezt a madarat, azt hitte, hogy ő is egyike ezeknek a vadállatoknak. Ekkor
Az ég uralkodója bosszus lett, és elhatározta, hogy megbünteti a világot, és felégeti azt az első hónap 15. napján. Ugye ekkor van az az ünnep, a holt hónap 15. napján, ezt hallhattuk. Azonban a lánya ennek az uralkodónak nem értett egyet ezzel a büntetéssel, és mivel ő szerette az emberiséget és kedves volt, lejött, elárulta a titkot az embereknek, így az emberek lámpásokat gyújtottak, hogy megmentsék az életüket az első holt hónap 14-től a 16. napjáig, és így az ég uralkodója, amikor lenézett a földre, akkor látta ezeket, és azt hitte, hogy ég a világ, és így nem pusztítja el azt, hiszen azt gondolja, hogy ez már tulajdonképpen maga az a folyamat. Ez az, amit ünnepelnek a kínai papírlámpás segítségével. Remélem, hogy egyértelműen látszik az, hogy hogyan fonódik egybe a gnoszticizmus, a buddhizmus és ezek a távol-keleti tradíciók, ahol a gonosz, a világ gonosz ura el akarja pusztítani a világot, és érkezik a spirituális világból egy úgynevezett istenség, aki megmenti az emberiséget. Ugyanaz a történet játszódik le, ami ellentmond teljes mértékben, gyakorlatilag az ellentétje annak, ami a 66 kanonikus könyvben található leírása az eseményeknek. Ugye ez a fesztivál, a kínai lámpás fesztivál, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy az ezernyi fénypont. Különböző színű lámpásokat használnak, melyek közül a fehér tisztaságot és bölcsességet, míg a kék halhatatlanságot reprezentál. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!